Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Van, hogy csak úgy fejből pattannak ki témák a hármas szabályhoz. Van, amikor egyszerűen segítséget is kapunk hozzá. Ez most a következő helyzet, de az a jó, hogy megnyit egy ajtót, és már is ezer ajtó előtt találjuk magunkat. Mert szerintem annyi, ahányan vagyunk, annyiféle sorozat ízlésünk van. Itt most főleg, hogy úgy volt feltéve az eredeti kérdés, hogy a 21. század legjobb sorozatai, és tulajdonképpen az, hogy most itt benne vagyunk ebben az egészben már jóformán 21 éve, ebben az egész 21. században, azért elég jó kis paksaméta gyűlt össze, hiszen tulajdonképpen a 2000-es nagy vízválasztóig kell visszamennünk és onnan nézni, akár a klasszikusnak vált sorozatokat, akár a sok évadot megélt sorozatokat, vagy pedig vannak ezek a csoda mini sorozatok, amelyek bár rövidebbek, de annál ütősebbek tudnak lenni. Már így felhoztam néhány kategóriát. Valami elfárad útközben, valami nem éri meg a megújítását 4., 5., 6., 9. évadjára. Ugyanakkor vannak olyan karakterek, is, ahogy ezt már mondtam, akik tényleg képesek akár 6-7 évadot, vagy vannak olyan forgatókönyvek és történetek, amelyek hosszabb ideig is le tudják kötni a nézőket a kanapéba, a fotőre, vagy akármiért ne, a nappali szőnyegére. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy több kategóriánk is van. Vannak örökhalhatatlanok, vannak, amikor akkor dolgoztak fel egy témát, amikor aktuális volt. Ezer millió fajta kategória szerint tudjuk ezt megnevezni. Persze a mi részünkről csak személyesen tudjuk ezt megtenni. Igen. Itt gyorsan egyébként, amíg Endre a felvezető monológot, szöveget elmondotta, addig én rákerestem a kedvencemre, be kell valljam, mert hogyha tőlem valahol megkérdezi bárki is, hogy melyik a kedvenc sorozatom, ugye főleg 2000 után, akkor nekem minden korona a Dr. House az, ami elsőként eszembe jut, bár tény, hogy azért láttam annyi jobbnál jobb sorozatot, főleg az utóbbi időben, hogy mintha le akarnák taszítani lassan a trónról a Dr. House-t az én olvasatomban, de ettől függetlenül tényleg baromi nagy kedvencem, és főleg ugye Hugh Laurie a címszerepet játszó színművész tehetsége is, valami imádnivaló zsenialitása miatt. Szóval nagy kedvencem, úgyhogy gyorsan, amíg itt Endre tartotta a kis előadását, rákerestem, hogy a világ legnagyobb szakportálja, meg gyűjtő oldala az IMDb szerint hányadik a listán a Dr. House. Hát sajnos csak a 97. helyet foglalja el a top 250-es legjobb tévésorozatos listán, viszont egy 8,6-os értékeléssel áll a 97. helyen, ami egyrészt azt igazolja, hogy az összes többi előtte lévő 96 darab az mind ilyen baromi jó értékelésű, mert ugye azt el kell mondani, az IMDb-n a 8 pluszos értékelés is már határozottan a nagyon jó kategóriát illeti, tehát a középkategóriás filmek kezdődnek olyan 7-6 esetleg. Mm-hmm. De ami 8 környékén van, az még tényleg egyértelműen a jó. Másrészt viszont hát tényleg, amilyen sorozatokat itt felsorolnak előtte, amelyek beelőzik a Dr. House-t, azt hiszem, hogy jogos is. Bár a Fargóval például nem értek egyet. Mm-hmm. Tehát azt szerintem nem volt annyira jó, mint a Dr. House, de hát ez a szép a sorozatokban, hogy ahány néző, annyi rangsorolás, és ahány néző, annyi vélemény. Viszont annak kifejezetten örülök, látod, hogy a Sherlock, ugye, amit 2010-ben kezdtek sorozat gyanánt is vetíteni, az a 20. helyen van. Viszont mielőtt itt a nagy kedvencek felé mennénk, gyere, Endike, mit az első 10-et legalább azért meséljük el, mert az egyik nagy kedvenc ott van a 3. helyen. Már látom is, hogy mire készülsz. Egyébként csak visszatérve erre a jó kis dologra, amit megkerestél, azt láthatjuk, hogy éppen a Dr. House beelőzte a Simpson családot. Tehát valami ott volt a Simpson. Igen, pont mögötte, hihetetlenül. És persze az is egy jóformán halhatatlan történet, a sárga rajzolt emberkék a maguk kíséretével és nagy gondolat azt azért lehet szeretni egy ilyen jó kis pihentető néznivalóként. De nagyon érdekes, és nagyon tetszik nekem, hogy az IMDb-sek úgy dolgoznak egyébként, hogy egyrészt ő maguk is van náluk is szakember, aki kategorizál, de azért a Népszavát is meghallják, mert lehet ugye ott náluk csillagozni, és az a csillagozás már pedig népítélet, lehetne úgy is fogalmazni, és valamilyen szinten visszaadja az össznépi meglátást ezzel kapcsolatban. Az első kettő, az lenyűgöző is. Szerintem nem is számítottam volna arra, hogy akár milyen ilyen természetrajzi, vagy tulajdonképpen ilyen dokumentumfilmszerű dolog, több részes is, az befusson az első két helyre. Mert hogy a Planet Earth az egy olyan
igényesen David Attenborough munkáját egyébként dicséri, az, hogy ennyire hűségesen csillagozgattunk mellé mi népek, és mind a kettő sorozat első és második helyre jött be, úgyhogy nem volt itt sem lövöldözés, nem volt sem korrupt zsaru, nem volt itt semmilyen egyéb nagy, mondjuk az kémes játszma és egyéb történelmi filmek sem kellett megtörténjenek ahhoz, hogy mindez első két helyen legyen. Nekem azért remény ez, és itt megint befejezem a hirtelen kis monológot, mert úgy néz ki, hogy mégis az embereket néhány jó százalékban érdekli, hogy mi lesz velünk és milyen bolygón élünk. Bravo! Igen, meg hát azért hozzá kell tenni azt, hogy a Planet Earth második része ott van a toppon, azért David Attenborough munkássága, neve, narrációja és egyáltalán hozzáállása az egész, nem tudom, globális vagy egyáltalán környezetvédelmi kérdésekhez, vagy fajfenntartási kérdésekhez, és nem magunkra, főemlősökre gondolok, hanem egyáltalán tényleg az állat- és növényvilágunkra. Azt hiszem, az ő neve az alapjáraton, hogy így fémjelzi az egész történetet, méltán teszi a toppok topjára az első helyre ezt a 2016-os filmet. Öröm ugye a második, amit szintén említett, az a 2006-os Planet Earth első része tulajdonképpen, és akkor a harmadik helyen van a Breaking Bad, amit én nagyon-nagyon, szintén nagyon szeretek. Az imént, amikor azt mondtam, hogy a Dr. House volt már olyan sorozat, amely majdnem letolta a trónról, tulajdonképpen például a Breaking Bad-re gondoltam. Azon gondolkodom, ennek magyarul hogy volt a címet, Endre? Valami nagyon gáz, vagy valami, igen. Le volt az fordítva. Le volt fordítva, de mi volt a jaj. Na, valaki, aki tudja, 07-26-71-99-66, meg lehet nekünk írni üzenetben, hozzászólásban, mindig ti segítetek nekünk, úgyhogy köszönjük szépen most is előre. 2008-as sorozatról van szó, és itt is tulajdonképpen a főszereplő két csávó, ugye egy idős ex-kémia tanár elkezd metamfetamint főzni, vagy mi a manót, aztán jön a kis stílű, fiatal, nem is tudom, bajkeverő, akik együtt egy nagyon jó párost alkotnak, és akkor az egész sztori, na, nem spoilerezünk, nagyon jó, örülök, hogy itt van. Ez a Band of Brothers, ez nekem nagyon nem mond semmit, őszintén nem láttam. Te, Endre, véletlenül? Én nem véletlenül, hanem láttam. Mert véletlenül egy... se lett. Nem, nagyon véletlenül, nagyon nem véletlenül, nagyon láttam, nagyon mert jó, hogy azért jó. Az ilyen háborús sztorik, és főleg amikor a mostani technikával van az megrajzolva, és van visszahozva, hogy mégis mit jelentett akkoriban, akár világháborús körülmények között fiatal gyerekeknek bekerülni szó szerint a villámló pokolba, és ezt emberközelből mutatja, hogy nem az van, hogy ilyen mindenféle nagy, újra vannak játszva nagy csaták, vagy stb., hanem ez is egy ilyen minisorozat egyébként, és az látszik, hogy ténylegesen a bajtársi összefogás, és mondjuk egyáltalán az a kiszolgáltatottság, ami egy helyzetben egy egyszerű közlegényre azért ránehezedett, benne van mindez, és egészen profi módon van ez az egészen megcsinálva, úgyhogy aki szereti az igényes pupus filmeket, ha fogalmazhatunk így, egy kis világháborús történelem is érdekli, nagyon tudom ajánlani ezt a sorozatot is, szépen le volt ez gyártva. Jó, nekem a kedvemet sikerült meghoznod, figyelj ide. Viszont, hogyha már itt tartunk, apropó történelmi vonatkozások, azért ugye a csernobili történések alapjáraton azért meghatározó eseményei voltak tulajdonképpen. A nagyon közeli múltunknak tekintettel pedig arra, hogy ugye nagy filmben is egész vagány dolgokat láttunk az utóbbi időben feldolgozni, nem véletlen az sem, hogy rögtön az ötödik helyre ugrott fel az értékelésben az a 2019-ben elkészített. Azt hiszem, ez is minisorozat volt a Csernobil. Az valami hihetetlen, hogy letették azt a filmet, vagy azt a sorozatot az asztalra, ezt volt szerencsém látni. Úgyhogy ezt is ajánljuk például, de rögtön ott van a hatodik helyen a másik nagy kedvenc, ami szintén Dr. House trón letoló hangulattal bír, egész pontosan a The Wire, a drót. Ennek ugye egyik főszereplőjét, akinek nem fog eszembe jutni a neve, sajnos, de nemrég veszítettük el elhúny, de hát egyszerűen fantasztikus volt az, ahogyan ő is megformálta a saját karakterét, ugye lecsúszott drogosokról, droghálózatról szól ez a sorozat, nagyon-nagyon-nagyon ilyen agy és szemtágító egyébként. Igen, tetszett nekem ebben nagyon, és tényleg azt kell, hogy nagyszerű forgatókönyvírói munkára utal, az, hogy nem csak arról szólt, hogy minden rész, hogy akkor volt egy eset, detektív megoldotta a függöny, hanem egy
kicsit tágabb értelembe vette, az, hogy ez a fajta munka, ami tulajdonképpen időnként akár az ilyen jó kis titkos fedőneves történet is benne volt, vagy rendőri korrupció, detektív korrupció is benne volt, hogy ez milyen hatással van egy nagyon sikeres detektívnek a családi életére, vagy a családjára, a magánéletére. Ilyen szempontból nagyon jó húrt pendítettek meg, akik ezt összehozták, úgyhogy méltán itt van ezen a hatodik helyen. No, azon gondolkodom te, Endre, hogy közben azért lassan álljunk le a konkrét listázásról, mert azért 250 darab sorozatot, filmet elég lesz, nehéz lesz beleszusszakolni. Mindenképp azt szeretném kiemelni, hogy a következő helyeken, a 7., 8., 9. helyen, 11-es helyen még mindig a Blue Planet 2 például, vagy nem tudom, a Cosmos című sorozatok állnak. Ez azért is nagyon fontos, mert hogyha az első két helyet a Planet Earth második, illetve első része foglalja el, akkor ez ismét arról ad tanúbizonyságot, hogy érdekel bennünket, mint esetleg filmkritikusokat, mint átlag sorozatnézőket is a jól megcsinált dokumentumfilm, és ez nagyon-nagyon fontos. És talán azt is érdemes akkor kiemelni, igen, hogy 12. helyre tornázta fel magát a Trónok harca, ami ugye az elmúlt néhány év, vagy egy évtized lassan egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb sorozata volt. Hát mindenkori globális összesítésben egy 12. hely jutott neki. A Sherlockról és a 20. helyről már említettem, nem tudom, hát Endre, mondd te is, hogyha van olyan, amit láttál. Igazából nekem bár ugye egy kicsit a Fargóra hozna vissza, de azért az HBO-nak a True Detective sorozata, ami különböző minisorozatokból állt, és különböző helyzeteket amerikai különböző területein játszottatta le, az is nagyon-nagyon tetszett. Azt kell mondanom, hogy folyton azért így, hogy kell mondjam, tűkön ültél, hogy mi lesz már, ilyen szempontból jól meg volt csinálva, és aztán egyértelmű, hogy a külön-külön minisorozatok a karakterválasztása és színész választása, vagy a kiosztott szerepekre, kiosztott emberek tényleg hozták azt a fajta minőséget, amit a stáb egyébként már külön ugye letett maga elé célként. Itt, amit még meg kell nagyon röviden említeni ebben az egész, mondjuk azt sorozat kavalkádban, abban a nagy bőségben, amit látunk, hogy ha már ugye 21. századi sorozat sikerekről is nagyon jól vett közönség által jól vett sorozatokról beszélünk, hogy óriásit változott a 2000-es évek óta, 2021-ig maga ennek az egésznek a gyártási produkciója. Mi történt még a 90-es évek előtt, csak hogy honnan, hová értünk el, ezt nagyon röviden el kell mondani. Valamikor az volt, hogy egy produkciós mondjuk stúdió legyártotta a sorozatot, és utána meg eladásra adta ki valamelyik tévéstációnak. Ez 2003-ban kezdett változni, aztán egyre inkább különböző sorozat streamelő szolgáltatások léptek piacra, akik nem úgy működtek. Itt most lehet említeni HBO, lehet említeni Netflix, lehet említeni akár az HBO Go-t, most már mobilra is, tabletra is, tabletre is átmenjünk. Végre kinyögtem ember, mert azt akartam mondani, hogy mobilra, és aztán mob tablet lett belőle. Mondjad, hogy okos készülék, és mindenki ilyen, bármi, ami képernyője van, az simán használható ilyen ügyben. Viszont nem csak az van, hogy létrejöttek ezek a streaming szolgáltatások, és átvették ezt, mondjuk akár a mozit is megtámadták ezzel, legyünk őszinték, akár az otthoni filmezést is, mert megnyomod a gombot, kattintasz, tetszik, nézzünk bele, nem tetszik, megyünk tovább című jó kis luxus körülmények. De hogy önmaguk a saját sorozataikat legyártják. Így van. És ez már egy egészen másik arca a sorozatgyártásnak, sőt, más a költségvetése is tulajdonképpen, mert valaki legyártott egy valamit, hát ha megveszik. Itt most azért inkább biztosra mennek azok a nagy streamingelő szolgáltatások, mielőtt még a gyártásba, vagy akár a tervbe belefognának. Igen, szerintem egyszerűen csak az történt, tudod, ebben a pillanatban, hogy még megvoltak valóban a nagy filmgyártó üzemei Hollywoodnak, és akkor itt mozifilmet, sorozatot, mindent oda lehet szuszakolni, akik, ahogy említetted, előre legyártották, majd eladták a kész terméket. Szerintem egyszer csak rájöttek a különböző csatornák, hogy tulajdonképpen nekünk is kell néhány jó rendező, néhány talpra esett stábtag, kicsi pénzügyi befektetés, meg egy kis stúdió felépítés, hogy tudjunk forgatni, és miért ne csinálnánk meg magunknak akár jóval olcsóbban. És hogyha már itt tartunk, az én olvasatomban legalábbis az HBO volt az úttörő ebbe az irányba, vagy legalábbis azon szolgáltatók közül, akik ide hozzánk Kelet-Európába is ügyesen eljutottak már jó ideje. Tehát én, mikor először láttam HBO-s saját gyártású sorozatot, de úgy, hogy Magyarország
magyarországi HBO, tehát az országhoz tartozó csapat dolgozott ezen, és szó szerint ez például látod a Terápia című sorozat volt, mai napig egyébként a nagy kedvencem főszerepben, ilyen Mácsai Pál mindenek felett, ugye, de akár Ábel Anita nevét is ki lehet emelni. Én mikor tudatosult bennem, és láttam azt, hogy basszus kulcs, hát ezt itt csinálták a Szomszédba. De tényleg, tehát nem egy hollywoodi produkcióról van szó, és mégis minőség, karakterformálás, forgatókönyv és minden más szempontjából is simán elhinném bármikor, ha nem ismerném Mácsai Pált, hogy ez egy hollywoodi alkotás, akkor döbbentem rá, hogy azért óriási nagyot léptünk. És innentől kezdve már tényleg szó szerint felsorolhatatlan az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések sora. A Netflix hány filmet rittyent fel nap-nap után, hét-hét után. Ugyanez a helyzet ugye a saját gyártású sorozatokkal is. Még sorolhatnánk. Kik fogják? Apple-ék fogják kihozni most például Asimovnak a regényét. No, tehát, hogy gyűl, és mi csak kell fogyasszuk szeretettel. Igen, az igazság az, hogy az évi termést nem lehet bedarálni tulajdonképpen, főleg az ember mondjuk a munkahelyen rendelkezik, és még gyerekkel is, meg kutyával is, meg egyéb lényekkel maga körül. Ezt ki kell választani azért, és ez a másik, hogy beszéljünk majd egy picit később, arról talán, hogy a sorozat nézéshez kell egyfajta állapot. Tehát az nem lehet, hogy valaki folyton félbeszakít, főleg, hogyha nagyon izgalmas az egész történet. Vagy valaki folyton kommentál és belemagyaráz, és nem tudja megállni, hogyha filmet nézünk, akkor nem beszélünk, mert magyar ember filmnézés közben nem beszél. Annál inkább többet zabálás közben, de ez egy másik történet. És van még egy másik vonatkozása kincső ennek, hogy egyre több pénz megy az ilyen jó kis streamelő szolgáltatók részéről bele a saját sorozat vagy saját minisorozat gyártásba, és hogy minél több pénz van már benne, nézd meg, hogy hány hollywoodi nagyfilmben játszó sztár jelenik meg sorozatokban. Mert őt most már ki lehet fizetni ezekben a produkciókban is. Te most említettél egy Sherlockot, ugye ott egy Cumberbatch azért nem akármilyen vászonról, nem akármilyen múltal jött le. Jó, de azért tegyük azt is hozzá, hogy neki pont a Sherlock volt az egyik, ami karrier szempontjából, igen, még a szokottnál is, mert még a különböző szuperhősös filmek azok réteg közönségnek szólnak, azért a mindenkori Sherlock Holmes-os detektív sztori, ez sorozatba ültetve, ez az egyik legnépszerűbb oldalon futtatva, tehát szerintem ő is köszöni szépen a lehetőséget, nem csak a pénzért csinálta. Az a szép ebben, hogy oda-vissza működik ez az ajtó, olyan, mint tudod, a konyhákban az ajtó, akár egy vendéglőben, tehát csapó ajtó tulajdonképpen. Van, aki sorozatból mászik el Hollywoodba, van, aki pedig már hollywoodi arcát hozza le akármelyik produkcióhoz. És ez így van rendjén. Én tudod, mit látok, apropó, hogyha már elmentünk ilyen irányba. Szerintem nem a pénz volt az, ami meghatározta és vonzóvá tette valóban a nagy-nagy hollywoodi sztárjainknak is azt, hogy különböző sorozatokban játszanak, hanem presztízs kérdés lett belőle. Mert még visszagondolunk a 90-es évek felé, és akár még a 2000-es évek elején is, sorozat színésznek lenni nem volt annyira fancy, nem volt annyira nagy kaliberű és minőség szempontjából hű de topot jelentő státus, mint mit tudom én egy szuperhősös mozifilmben játszani. Ehhez képest most már tényleg azt látom magunk körül, hál' Istennek, teszem hozzá, hogy szó szerint a legnagyobb sztárok is próbálnak bekerülni, és be is válogatják, és be is kerülnek a lehető legjobb sorozatokba, minisorozatokba, stb. Tehát olyan nevek tűnnek fel, hogy abszolút megdöntötték ezt az egykor érvényes sztereotípiát, hogy ciki sorozat sztárnak lenni. És hogyha túllépünk egy kicsit, és hál' Istennek túlléptünk a szitkomok korán, az ilyen, hogy hívták, a rémrendes családos, hát mekkora sztárok voltak ők, de hát mégiscsak egy beskatujázott, és csak sorozat színészként számon tartott alkotás, és egyáltalán karrierív volt az övéké. Ehhez képest, nézd meg, hogy hívják a nőt, aki játszott a Peggy Bundy-t. Silverstone. Azt hiszem, el is a Silverstone. Lehet, igen. Jó. Nézd meg azt az időszakot, amikor a rémrendes családban volt, ugye Peggy Bundy-ként a tökéletes amerikai házi anya. Az anyára gondoltam, igen, a lányra gondoltam. Nem, az édesanyjáról beszél. Mi férfiak csak ilyenek vagyunk, bocs. Nem baj. Az anyuka is bögyös, csak szólok. Nézd újra a rémrendes családot. Érdemes. Szóval, hogy annak idején 90-es években ugye csak a rémrendes család egyik főszerepe jutott neki, addig nem is tudom, hogy hívták, volt egy ilyen nagyon vagány motoros sorozat, egy motorbandáról szólt, hát ha láttad, segítsen valaki segíts. Ez nem az a halálangyalos történet volt? Igen, nem. Talán van, de nem tudom, nem fog eszembe jutni a címe, de zene alatt megkeresem, ígérem, s ha nem, segítsetek 07-26-71-99-66. Hát könnyű, ezt így. Amnéziás műsorvezetők, ne továbbja vagyok, szóval, hogy kelletek ti is hozzá, drága hallgatók. No, de hogy abban
például a motoros bandavezér édesanyját alakította, ugyanez igen, a színésznő, tényleg. És nézd meg, hogy minőségben mekkorát változott. Nem a film és egyáltalán a sorozat maga, hanem az, hogy mit jelentett sorozat sztárnak lenni a Rémrendes család idején, illetve a motoros... Rá kell keresek, beszélj kicsit, jó, hogy keresek. Addig én a másik részéről beszélek, mert minden film mögött azért stáb van. És minden film mögött nem csak az arcok, a szereplők, a színészek vannak, hanem olyan szempontból is változott a sorozatgyártás világa, hogy bármennyire hihetetlen, nagy nevű rendezők, különböző fesztiválokon díjazott operatőrök, és akármiért ne kaszkadőrök, és sorolhatnám tovább az egész dolgot forgatókönyvírótól, egészen el másmilyen szerepig, ami egy filmgyártás tábját illeti, ők is most már kibejárnak azon a bizonyos átjáró csapóajton. Tehát amikor azt nézed, hogy milyen híres rendező tesz az asztalra egy mini sorozatot például, vagy az a legjobb, és erre is volt példa egyébként, hogy amikor mindjárt megtaláljuk azért a Pokolangyalait is, ha minden jól megy. Nem. Jó van, hogy arra is nagyon sok példa van, hogy ezek a minisorozatok tulajdonképpen minden rész külön-külön rendező által van leforgatva, és egyre híresebb, igen, megvan, yes, persze, Kincső, yes, és a Google összehozta együtt. Szóval egyre nagyobb rendezői nevek jelennek meg, akár minisorozatok esetén is, ezt akartam kilépni. Nem, amíg elmondtad a magadét, és köszönöm szépen, hogy így kihúztál a csávából, Sons of Anarchy. Magyarul megint nem fog eszembe jutni, hogy mi volt a tükörfordít. Kemény motorosok, aha, ez volt a magyar cím. Jaj, egyrészt valami baromi jó sorozat, teszem hozzá, annyi jó pasi van benne, hogy hihetetlen, és mind motoroznak, és mind vadak, és mindig lehet látni őket legalább egy részben egyszer filmesztelenül, de ezt csak azért mondom, hogy a hölgy hallgatóknak kedvet csináljuk hozzá, mert a férfiak tuti, hogy imádni fogják, verekedős, motoros banda, és egyébként tényleg minőség szempontjából is az elmúlt évtized egyik legjobb sorozata. Szóval nézzétek meg. Én mondjuk úgy jártam ezzel, amikor El Bandit kis játszó, most nem jut eszembe az úriembernek a neve, de most akkor megint munkát adunk Kincsőnek, meg a hallgatóknak. Amikor először azt az úriembert, aki a nagyon fonnyat cipőárus karaktert hozta a Rémrendes családból, amikor azt az úriembert először megláttam egy komoly filmben rendőr egyenruhában, szembe nem tudtad komolyan nem venni, tudtam, ez olyan, hogy mondjuk Benny Hill játszott volna Batman-t. Tehát, hogy egyszerűen nem tudtam lekapcsolni arról a karakterről. Egyébként ez úgy hívják, hogy hát ilyen karakter átok egy-egy színész esetében, és ezt nagyon-nagyon merész dolog áttörni, vagy levetkőznie magáról akármelyik színésznek. Egyébként igen. Most azon gondolkodom, hogyha egy picit szóba került már korábban, és egyébként tényleg rajongási szinten tudok beszélni sorozatokról, hogy nyugodtan üssetek le egy bunkosbot, amikor túlzásba esnék, de hogyha már szóba kerültek a nagy kedvencek, és egy gondolat erejéig ugye a Terápia című sorozat az HBO-s magyarországi gyártásban, akkor gyere beszéljünk egy icike-picikét akár a többi magyar gyártású sorozatról is, mert túl azon, hogy a nagy hollywoodi sztárjainkat imádjuk, és hál' Istennek egyre több alkalmunk van nézni különböző sorozatokban, és azért le kell tenni az asztalra, hogy olyan sorozatokat rittyentenek mostanában magyar gyártásban is, a különböző televíziócsatornák és egyáltalán, hogy hihetetlen, és hogy megint az HBO munkáját dicsérjük, az Aranyélet, ami szerintem nemhogy az elmúlt évtized, a valaha létező legjobb magyar gyártású sorozat, azt hiszem, hogy tényleg önmagáért beszél. Aki látta, tudja, aki nem, szintén tartsunk ott, hogy nézze meg mindenképp, hogyha van rá lehetősége, mert nem érdemes kihagyni. És egyébként ugyanez a helyzet, ezt nem láttam őszintén, de nagyon dicsérik, és top 7-es értékelése van, ami azt jelenti, hogy a rangsorban 7. helyet foglalja el a port.hu 100-as összesítésében, amik is falunk. Ez valamelyik tévécsatornához kötődik, ugye jól tudom? Elképzelhető, hogy saját gyártás. Lásd, például Magyarországon is egyébként, ha jól látom, igen, ezt, hogy te is mondtad, 2017-es. Most nem a portot szemlézzük tulajdonképpen, hanem a Mafabot, az egy óriási nagy magyar filmekkel foglalkozó portál. És itt azért bejönnek még a munkaügyek. Hát hihetetlen, mert hogy itt van mindjárt egy Mucsi, aki azért viszi az egészet. Nem, ne tegyünk azért mondjuk a szigorú ítélet a többiekre, de azért egy karakterszínész, aki viszi egy felét legalább az egésznek a hátán, hozza a saját mindig játszott karakterét, ennél több mi kell. Igen, hát azt hiszem, hogy alapjáraton, ahol Mucsi Zoltán neve megjelenik a címlistában, vagy egyáltalán szereplők felsorakoztató listában, önmagáért beszél valóban, ha más nem, hát ugyanígy rákattanunk. És ilyen alapon most keresem, de nem fogom szerintem szinte biztos megtalálni. Volt egy másik sorozat is, amiben ő játszott, nem csak a munkaügyek, de az is ilyen tipikusan Mucsis karakter
karakteres, jó kis történetre volt felépítve, na nem baj, ennek is utána nézünk zene alatt. Amit nagyon szeretek egyébként, és valóban nem port.hu-s, hanem a Mafabos összesítés, százas összesítés, amit nagyon szeretek magyar gyártású sorozatoknál, hogy a magyar animációs sorozatok, na azok viszik a pálmát, tehát Pityke őrmestertől kezdve, nem tudom, kit láttunk még itt, Pompomékat, a Mátyás királyos mesék, ugye, ez is egy ilyen sorozatként ment a televízióban annak idején, de egyébként most is elérhető, Mézgáik, a magyar népmesék, tehát hál' Istennek azért, ha más nem, akkor animációs vonalon a régebbi időkben, és most is magyar nyelvterületeken nagyon toppon vagyunk. Erre csak annyit mondok, mint Dr. Bubu, kérem a következőt, ezt már Ursula mondja szerintem, a következő zenét ez esetben. Hármas szabály, a maga nemében páratlan. Már megszokhattátok tőlünk, hogy egy kicsit csapunk és visszacsatolunk hallgatói üzenetekre is. Beszéltünk korábban még a kölcsönkérésről, és persze banki hitel szolgáltatók is szóba kerültek. Azt írja nekünk Norkó. Sziasztok, jó napot mindenkinek, de én szerintem Románia lehetőségek országa, itt mi nálunk mindent is lehet. Ha akar az ember, vagy ilyen, vagy olyan szándékkal, és egyértelmű, hogy meg kell azért nézni, hogy kinek, kitől kérünk kölcsön, és mégis kinek kell megadni azt. Hát igen, meg azért van némi enyhe cinizmus itt Norkó szavaiban, tehát vagy így, vagy úgy, vagy ilyen, vagy olyan szándékkal, de hát igen, megélünk a jéghátán is, de értelemszerűen nem buzdítunk senkit semmilyen rossz dologra. Íme itt van Hunor üzenete is, szintén ehhez a hitel, meg hiteltörlesztés, kölcsönkérés téma kapcsán. Azt írja, jó reggelt, szerintem ilyen mértékű infláció mellett még mindig jobb a párna helyett a bankban tartani a pénzt, vagy éppen a bankból hitelt felvenni, főleg ha úgy akarsz érvényesülni ebben a szép országban, a szép az idézőjelben van, hogy nem járod külföldet, tehát ugye nem mész külföldi munkát elvállalni, mert nem kényszerít rá a helyzet. És igen, van igazság abban, amit Hunor ír, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt is. Igen, itt ha már össze kell rakni ezt a külföldet járóst témát azzal, hogy most már ugye egy kicsit belementünk a sorozatos témánkba, azt is még hozzáteszem, hogy hallgató is írja Ervin nekünk. Sziasztok, nem csoda ez a sok hitel, mindjárt, hogy kifizesd a biztosítást egy évre, és még szeretnél egy teletankot tankolni az autóba, míg arra is hitelt kell felvegyél. Oda akarok elkanyarodni, hogy így azért feldolgozzuk persze ezeket az üzeneteket, és látjuk, hogy mindenki ilyen szituációban látja magát, és talán az országot is. Erről kellene szerintem egy jó dokumentumfilmet csinálni. A külföldön világot járókat, a hitelbe, mondjuk belefulladt háztartásokat, stb. Lehet, hogy néhány pálmát innen-onnan, vagy néhány tíz medvét, aranyozottat elhoznánk egy fesztiválról. Egyébként igen, igen, de hát volt is erre példa és precedens, és bár érzem, hogy nagyon vissza akarsz kanyarodni a sorozatos témánkhoz, még van egy csomó hozzászólás, úgyhogy olvassuk, mert hogy József is látott például a hitelek kapcsán írt nekünk, azt mondja, hogy mikor hitelről beszélünk, effektív az időt vesszük meg kamatostól. Ez egy olyan vagány gondolat, te József, hogy ha van fő gondolata talán a mai műsornak, és a végén ugye majd konkluzálunk, meg összevonjuk a dolgokat. Szóval, hogy igen, ez egy olyan mondat, hogy ki lehet majd még egyszer emelni. Igen, és persze van az a másik fránya megfejtése a kölcsönkérésnek, főleg amikor mondjuk ilyen kezeseket kell bevenni a kölcsönkérésbe, hogy ugye az az intézmény, hogy akkorat kölcsön neked, ha be tudod azt bizonyítani, hogy a havereid összeraknák egyébként is. Nem igazán szeretek kölcsönt kérni, írja nekünk Zoltán, de sajnos az ember rászorul ilyen fizetések mellett, utána meg tiszta ideg vagyok, ha időben nem tudom visszaadni. Annyit hozzáteszek, hogy nem bankból szoktam kölcsönt felvenni, legtöbbször magánszemélyektől kérem. Köszönjük az őszintességet Zoltánnak. Az a jó egyébként, és igen, valóban nem ő az egyetlen, aki ezt az utat választja, de szerintem az a jó, amikor van kitől, magánszemélytől kölcsön kérni, sokkal szerethetőbb egyébként valóban, mint a bankos történet. No, aztán egyik hallgatónk neve elhallgatását kéri a téma kapcsán, úgyhogy természetesen megtiszteljük ezzel, szóval névtelen hallgatónk legyen például Jukundus, álnémmel ellátott hallgatónk, azt írja, sziasztok, nekem egy ismerősen folyamatosan kért kölcsöntől. Nem, természetesen mindig visszaadta. Viszont, mikor megláttam a Facebookon, hogy ilyen szemöldök tetoválás, olyan pedikűr, vagy olyan amolyan manikűr, sőt vásárhelyen pöfeszkedik a Shopping Citybe, eldöntöttem, hogy nem fogok többet kölcsön adni. Apropó, hogy ugye ki mire költi el a kölcsönkért pénzt, vagy összeget. Nagyon szépen köszönjük egyébként a hozzászólásokat, lehet követni a példát 0726 71 99 66 erre az SMS számra, vagy akár
Messengerre is jöhetnek a további hozzászólások, például ugye sorozatok kapcsán is, mert hogy mégiscsak ebben az órában első körben a sorozatokról beszéltünk, és itt be kell valljuk, szünet alatt azért még fölröppent köztünk és a kollégák közt is jó pár cím, ami nem került szóba, hadd mondjam, Szopránóékról nem beszéltünk, a Mafiózók, ugye, ami az egyik legjobb sorozat, aztán a Friends, ugye, mint sitcom, vagy éppen a Született feleségek, amely réteg kategóriának szól, de mégiscsak, hogyha az elmúlt évtizedek nagyobb sorozatairól beszélünk, akkor ott kell legyenek ők is az összesítésben. Nem fog meghalni a mai műsor, úgyhogy nem mondjam ki. Seinfeld, Seinfeld, Seinfeld Forever. Az is egy olyan sitcom, ami szerintem történelmet írt, megírta a 9 évadot úgy, hogy nem mondtuk meg a karaktereket, és senkit nem kellett lecserélni, úgyhogy azért Jerry Seinfeld komikus munkája, és persze Larry David forgatókönyvíró egyáltalán szerző részéről egy leakalappal sorozat, akármelyik részét meglátom, akármelyik tévécsatornán, azonnal ott ragadok mellette, mai napig így van ez, és szerintem ez a jó ezekben az alkotásokban, hogy bármikor megkap, akár a 6. évad közepén is. Itt most megállunk egy kicsit, és innen folytatjuk mindjárt a mai hármas szabályt. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.